Érsek Csanádon tartotta az önkormányzati ciklus utolsó ülését a Bács-Kiskun vármegyei közgyűlés. A települést Felső Róbert polgármester mutatta be, aki kiemelte, hogy Érsek Csanád azon kevés kis település közé tartozik, ahol az elmúlt 3 évtizedben nőtt a népesség. Jelenleg mintegy 3000-en élnek itt. Az utóbbi években a falu nem csak lélekszámban gyarapodott, a vállalkozások fejlődése például szükségessé tette az ipari park bővítését. A vendéglátói bemutatkozást követően Rideg László elnök számolt be a két közgyűlés között történtekről. Kiemelte, augusztus 15-ével különleges gazdasági övezetté nyilvánították a paksi atomerőmű területét, és az onnan befolyó helyi adóbevételek 37,5%-a Bács-Kiskun vármegyébe kerül a jövőben. Ez a pénz nem egy összegű felhasználási lehetőséget biztosít, hanem 3 részre kell bontani, ebből 3% lesz az, amit az önkormányzatnál bérre lehet használni, 17% lesz, amit a Bács-Kiskun vármegyei önkormányzat saját fejlesztéseire tud fordítani, és a 80%-ot pedig a kormányrendeletben rögzített 29 településen lehet fejlesztésre fordítani. Ez pontosan lefedi ugyanazt, ami a Közép-Duna menti fejlesztési térségi tanács területe. A napirendi pontok elfogadását követően Horváth Roland Károly ellenzéki frakcióvezető köszönetét fejezte ki az elmúlt 5 év konstruktív közgyűlési munkájáért. Hasonlóan fogalmazott dr. Skribanek Zoltán, a Fidesz-KDNP képviselőcsoport vezetője, aki hangsúlyozta, a politikai kultúra íratlan szabályait betartották a közgyűlésben, amely így a béke szigete lehetett ebben a ciklusban. Érsek Csanád ajándékcsomagja mellett ezúttal a vármegye önkormányzatának ajándékát is átvehették a képviselők. Bács-Kiskun legjobb rozé és vörös bora mellett egy csomag boldoglisztet, egy Petőfi érmét és egy pólót kaptak. A hagyományoknak megfelelően Rideg László elnök és a vendéglátó polgármester Felső Róbert elültettek egy fát, amely a helyi szabadidő parkban kapott helyet.